Üdvözlök mindenkit, Necrotrim vagyok. Srácok, kértétek, jöjjön Warframe, hogyan formoljunk kreditet 2020-ban. Mint mondtam, nem túl sok Warframe lesz a csatornámon, de hogyha kértek, akkor szívesen csinálok belőle videót. És valaki írt Facebookon, hogyan formoljunk kreditet 2020-ban. Um, a kérdés az, hogy nem hogyan formoljunk kreditet, hanem inkább miért formoljunk kreditet. A játék dobja a kreditet. Oké, okay, ebben a videóban meg fogok veletek osztani úgynevezett népszerű kreditformulási módszereket, de ugyanakkor el fogom mondani, hogy hogyan formoljatok kreditet, és úgy általánosan hogyan gondolkodjatok, amikor például elmentek kreditet formolni, vagy akármit formolni mert ha nem a játék, akkor ilyen elvesztegetett idő lesz. És tudom, hogy sokan miért kérdezik folyton ezt a kérdést, hogy az évek alatt sokszor visszakam ezt a kérdést, hogy olyan formuljunk effektíven kreditet, azért, mert sokan úgy érezhetik, hogy ez elvesztegetett idő, hogy az ember el kell menni csöm kreditet formolni, és ez elvesztegetett idő. Sok-sok-sok videóban beszéltem formulási technikákról, grind technikákról a warframe hogy hogyan tegyük ezt effektívé -e és céltudatosabbá, és most kifejezetten akkor fogunk foglalkozni. A kreditformulással megmutatom, hogy megmutatom a, a necrost, megmutatom a kromát modolásokkal, és megmutatom a szekuralek. Tehát, ha nálam kredit, kreditformulásra kerül a sor, akkor uh, ezek, ezek jöhetnek szóba. Ugyanakkor természetesen ott van a Neptunon az Index nevezetű játékmód. Na most az Index nevezetű játékmód szerintem hatalmas idő elvesztegetés. A befektetett idő versus pénz, amit ki lehet onnan szedni, teljes mértékben nem éri meg. Én ezt másképp, teljesen másképp szoktam csinálni. Na most valaki kérdezte, hogy kroma vagy nekrosz ebből a szempontból. Um, ha endgame felé, ha endgame-re akarsz menni, tehát sokáig benne akarsz maradni, akkor mindenképp egy nekrosz, hogyha gyorsan kibe akarsz ugrálni, mondjuk egy 20 éves defenseket menni, az a legjobb infested ellene kromával, akkor nagyon jó a kroma is. Amúgy Uh, én necrost választanék az eseteknek a 90 ában de meg fogom mutatni kroma necrost modulás mindent. És miért mondom, hogy a necrost választanám? Van egy erős nekros modulásom, amivel tudom, hogy sokáig kibírom, hogyha szüksége, uh, szükség van rá. Van egy Sekura Lektám. A Sekura legta kapott volt egy nerf a kredit szempontjából, szóval vegyétek ki a Sekura Lektát, mert még mindig effektíven adja a kreditet, hogyha ölöd az enemit. Továbbá ezt tovább farmolhatod, ugye a nekrosszal nagyon gyorsan, nagyon sok pénzt össze lehet szedni sima küldetésekből is. És itt a lényeg, nem szabad csak kifejezetten elmenni kreditet farmolni. Tudom, hogy gyorsan ki lehet futni a kreditből a warframe ben de nem szabad elmenni kifejezetten kreditet farmolni. Rengeteg értékes időt veszítünk el kifejezett kredit farmolással. Elsősorban, hogyha van rá platott, természetesen ajánlom a kredit booster, de ami annál is fontosabb, srácok, legeffektívebben a Warframe-ben, és ez személyes vélemény, legeffektívebben a Warframe-ben farmolni kreditet a rendes játékmódokban lehet. Nem kell elmenni kifejezett indexre, vagy kifejezett olyan pályára, ahol, ahol ú, esik a kredit. Tudjátok, hova kell elmenni? Egy prime farmolós survivorre elviszed a nekroszodat. Érted? Pr prime cuccokat, farmolsz kreditet, farmolsz extra nyersanyagot, ami, ami ugye a Prime formulásoknál, a relikáknél van, elmész egy kuva survivorra, farmolsz kuvát, farmolhatsz az új modokat, ugye, farmolhatod a, 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 licsedet, farmolhatsz kuva relikeket, mindent, elmehetsz olyan helyekre farmolni kreditet, ahol értékesebb dolgot is dob a játék, mint csak kredit. És mindezen játékmódokon, boostereket fogsz rákapni. Ha jól tudom, hogy a 25%-os boostereket kapsz minden 5. kör után. Szóval mindenből több és több lesz, és ezért éri meg például egy Kuva Survivor-on hosszabb ideigben maradni, egy óránál hosszabb ideig nem az érde, mert a Szekura Lekta nagyjából ott adja fel a harcot, egy óra, egy másfél óra attól függ, hogy milyen pályán, milyen ellenfél ellen vagy. Szekura Lekta, Nekrosz és egy erős Sentinel, amelyik jól bírja, kibírja a lövéseket, hogy a Nekrosznak pótolja az életét, ugye, amit kifarmol. És voilà, lehet menni, Uh, Megvan csinálva, ez az én kreditformulási módszerem. A kreditformulási módszerem az, hogy nem formulok kifejezetten kreditet. Ha kreditre van szükségem, akkor biztosra megyek, hogy egy olyan helyre megyek farmolni kreditet, ahonnan más értékesebb cuccot is ki tudok szedni, mint például Prime cuccok, vagy Kuva. Vagy elmegyek és megcsinálom a szortit. A szorti 50 ezer kredit meccsenként, ha jól tudom. Szóval sok kreditet lehet megcsinálom a szortit, után elmegyek Prime-okat farmolni. Elmegyek Kuva, uh, Kuva survivor vagy valamire, általában egy hosszabb uh, játékra Survivor, mert több enemy jön. A, ha szerencsém van, akkor kifogok valami Infested elleni Survivort, még gyorsabban lehet őket ölni, és a Sakura legta aprítja őket. Szóval uh, én így formolok rejtet és úgy gondolom, hogy a Warframe-ben 2020-ban így formulunk rejtet. És ez nem csak azért jó, mert hogy a, a, például az Index helyett, amit játszanak az emberek kreditér. Nem is értem, nem csak azért, azért, jó, mert kapsz olyanokat, hogy Oberon System, Uber, Oberon Blueprint, Oberon szetteket kapsz, Revenant, nem Revenant, hogy hívják a pap, papot? Hero, hero, hero alkatrészeket kapsz, és egy csomó olyan fölösleges modot kapsz, amit el fogsz tudni adni kreditér. Sokkal több kredit per percet tudsz kiszedni egy ilyen rendesebb játékmódból, mint hogyha például csak indexet farmolnál. De ezek a népszerűek, ezt mondják effektívnek, hogy Imennyi indexelni, vagy nekroszozzá, vagy, vagy, vagy kromázzál. A kroma amúgy móka, meg jó, meg szólózni lehet vele. Tehát ilyen, ilyen 40-60 évig lehet vele szólózni a kromával. Csak ugye már a 40 és 60 év között már nehézkesen csak a kisenemiket öli. De a Sekura Lekta kroma kombó, még mindig, még mindig jó tudjon, és tudsz vele szólózni. A Nekrosszal is tudsz szólózni, de jobban ki tudja használni egy csapat a, a Nekrossznak a képességeit. Szóval kinek mi? Minden esetre uh, itt van uh, mind a két Warframe-nek a modulás, illetve a Sekura Lektának a modelása. A nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ajánlom nektek a kipróbálásra a necros modolás nagyon erős és nagyon jól bírja, egészen magas szintekig mehettek vele, de a hátránya, vagy hát hátránya az, hogy egy, ez egy önző necros, hogy úgy mondjam csak saját magának farmol, kicsi a range kicsi a range, relatíve kicsi a range, így aztán nem az a csapat Necrossz, arra is van, arra igazából csak nyújtsd meg a csapatod, de akkor a csapatodnak meg kell védenie téged. De ez egy önző nekrosz, mehetsz vele szólózni idegenekkel, nem fog nagyon elesni. Mindaddig, ameddig mondjuk meg nem hal a, a, a szentineled, de akkor is Sekura elég, elég gyorsan végigmész rajtuk. Szóval, ja, ennyi, ennyi lett volna a formulási tipém, kredit 2020-ban Warframe-ben tipém. Nagyon köszönöm a figyelmet. Sziasztok!